Sziasztok! Üdvözöllek ismét titeket egy videóban. Ez a videó erről a dobozról fog szólni. A Lilme nevű kínai cég megkeresett, hogy próbáljam ki a medence világításukat. Nyilván ennek köze van ahhoz, hogy a medencefűtéses videó már lassan a 150 ezer megtekintést karcolja. Ebben a videóban azt látjátok, hogy kibontom, beüzemelem, és elmondom a véleményem róla. Az intro után kezdjük is a kibontással. Akkor lássunk neki a kibontásnak, igazán hogy egy Amazon Prime-os dobozba jött. Ugye a forgalmazó is az Amazon Prime, ahogy majd a linkbe láthatjátok, ami a leírásban van. Nézzétek meg mindenképp. Itt kedvezményes kuponkódot nem kaptam, viszont nézzétek meg, főleg, hogy a medence világításra van szükségetek. Igen, az Amazonos doboz csak egy külföldi, ahogy láthatjátok itt az eredeti doboz. Ugye ez egy medence világítás, 10 wattos applikációról vezérelhető. Itt tartalmaz a csomagolás, tartalmaz egy leírást, igen, angol, német, francia, olasz és spanyol nyelven, tartalmaz némi tápkábelt, ami egyből van építve magával a medence világítással. Egy ilyen felragasztó edényt, hozzá ragasztót, és ennyi. Ez maga akkor a világítás, és ugye azért, hogy nyilván ne legyen életveszélyes a technika, bármi zárad, bármi van, 12 voltról működik maga a világítás, és ugye elég messze elhelyezhető a tápegység a medencétől. Na, hát akkor a kibontás az nagyjából ennyi is volt, akkor váltsunk át egy vágás után a medencéhez, ahol beüzemelem ezt a lámpát. Ugye a lámpa rögzítése mágneses, és a csomagban kapott ragasztóval, ha már tudjátok a fix helyt, akkor föl tudjátok a mágnesnek az ellendarabját ragasztani. Én egyelőre ideiglenesen csak ide helyezem, ennyi igazándiból a telepítés. Nyilván ugye, ha felragasztod, akkor fix marad. Így nagyon faszán meg is áll a lámpa, mindjárt villany alá is helyezem. Na, a lámpát beüzemeltem, villany alá helyeztem, szerintem megvárom vele a sötétedést, és akkor megmutatom az alkalmazást is, hogy hogy működik. Addig egyelőre igazából sok mindent nem látunk bele, mert verőfényes napsütés van éppen. Vizálló, az már biztos. Ami még fontos, ha 12 voltos, ha 220-as, mindenképp olyan hálózatra csatlakoztassátok, ahol van áram, AVK vagy életvédelmi relé, fír relé, ahogy kinek hogyan tetszik, fontos a védelem. Ja, akkor visszatérünk este, azt megnézzük, milyen színekben pompázik a lámpa, és hogy hogy működik az alkalmazás, amivel lehet vezérelni. Na, eljött a sötétedés igazándiból. Még annyi fény van talán, hogy engem pont láthatok, de viszont már látszik a medence világítás. Az alkalmazás képét kirakom ide valahova magam mellé. Azt nézzük meg. Igazándiból az alkalmazás nekem egyből működött, tökéletesen föltelepítettem, megadtam az engedélyeket, és azonnal csatlakozott is. Ugye az alkalmazásban lehet szint váltani. Nem tapsoltam össze a videót, szóval lehet lesz majd egy kis szinkron hiba, de azért reméljük megoldjuk. Lehet most tapsolok egyet, akkor így biztos nem hallatszik. Fúj, egy kicsit a szél, ez van.
Vannak ilyen beépített színek is, ahogy láthatjátok, tudja fehért, melegfehér, hidegfehér, tudsz a fényerőn is állítani. És vannak stílusok, sárgán villogótól elkezdve, 7 színen keresztüli villogás. Tudsz ugye sebességet, a villogás sebességét is állítani, plusz fényerőt is tudsz állítani. Nagyon jó, statikus színek, 1000 erről beprogramozott lehetőségünk van, ahogy láthatjátok. A következő funkció az a zene. Nagyon jó kis karácsonyi dallamokat lehet eljátszani a medencébe, mint a világításban, vagy igazániból akármilyen letöltött zenével. Nyilván most itt a saját zenémet nem fogom berakni, mert copyright gyanús lenne. Egy szülőnapi bulin is kiváló lehet. Igazándiból ugye a következő funkció az pedig elvileg a mikrofon, és hogy beszélek, akkor villog. Ha csöndben maradok, abba hagyja a villogást. Ugye ezen kívül meg még lehet ütemezni is, úgymond a világítást, melyik nap, melyik este, hány órakor kapcsoljon be igazándiból. Meg tudjuk adni az időt, semmi különös, egy sima időzítő. De nyilván egy adott szint fogunk majd csak használni. Nem tudom, talán az a lilás, sárgás, zöldes néz ki a legjobban. Igazániból ennyi a program, amit tudunk használni. Teljesen jól működik, mint látjátok. Közben már azért elég jól besötétettünk. Rakok még be egy-két vágóképet. Ennyi lett volna ez a kis termékteszt szerintem nagyjából. Linket megtaláljátok a leírásba, keressétek meg bátran. Szerintem teljesen jól működik. Egész nap benn volt a medencében a lámpa. A gyerekek ma pancsiztak egy nagyot, mert 34 fok volt. Nem ázott be, nem esett le a helyéről. Teljesen jól működik. Aha. Jó az a fény, mert amúgy az utolsó bogarak is látszódnak így benne. Nyilván a kamerában nem. Ja, remélem nektek tetszett ez a kis röpke teszt. Ha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!